Február 1-én nyílt B. Horváth Brigitta kiállítása a Petőfi Művelődési Központban. A fémműves, iparművész, szobrász kiállításának címe Metamorfózis. A kiállítást Komáromi Zoltán a Szakrális Geometria, Tér és a Formák című könyv szerzője nyitotta meg. Gyerekkorom óta nagyon érdekeltek a különböző művészeti ágak, és igazából nagyon szerettem mindig kísérletezni. Kísérletezni egy kicsit azzal, hogy a különböző formálási módok, vagy különböző anyagok hogy kapcsolódnak egymáshoz, hogy hatnak egymásra. Nem csak a rajzban a rajzot, vagy csak a szobrászatban a szobrászatot, hanem egy kicsit mindig a másikból merítve próbáltam az alkotásaimban is ezt megjeleníteni. Metamorfózis. Ez a mai kiállításnak a címe. Mit is takar ez? Hát a metamorfózistant eredetileg Goethe volt, aki megalkotta, az ő elképzelései, kutatásai, növénymegfigyelései mentén alakult ki ez a szemléletmód. Valójában az átalakulást tükrözi, az átalakulásnak a különböző fázisait figyeltem meg én is. Ugye bárhol vagyunk, az évszakok, az emberi életnek a folyamatai, az életből a halálba, a halálból akár az újjászületésbe, ezek mind olyan mély tartalmak, amik minden ember életében ott vannak. Beszéltünk a kiállítás elején, hogy találkoztunk. Nem nyílt titok. Én is jártam már olyan helyszínen, ahol te ott voltál, mint kiállító. Beszéljünk külön-külön a művészetekről. Beszéljünk először a festészetről. Ha valaki ránéz ezekre a képekre, hogy ránéz és azt mondja, hogy ugyanaz, nem ugyanaz? Vagy hogy is van ez? Ezek. Hogy születtek ezek az alkotások? Amik itt látható a képek, azok gyönyörű művészi fotók. Kaunisz Tamás készítette őket. Egyébként festek is, de itt most nem láthatóak festményeim. Abból a szempontból, hogy próbáltam egy egységes érába fogni mégis ezt a sok mindent, ami megjelenik. Mert ugye egyrészt megjelennek ruhák, amik olyan ruhák, amiket a környezettudatosság szemléletében alkottam. Tulajdonképpen minden ruha legalább háromféleképpen hordható ezekben az alkotásokban, és az az érdekességük, hogy mindegyik egy ilyen fenntartható szemléletet tükröz, hiszen nem kell háromféle vagy akár ötféle ruhát megvenni, hanem egy azon ruhában, különböző módon átalakítva, másképpen fölvéve, más-más hangulatokhoz, más-más alkalmakhoz készültek, és így lehet több funkcióban is hordani őket. Ugyanígy tulajdonképpen ez a metamorfózis szemlélet jelenik meg az ékszerekben is, amiket készít. És mondjuk el, te ötvös vagy, tehát ez nem nyílt titok, hanem ugye itt kezdődött minden. Ékszerek, szobrok, fúziója. Kicsit az ékszerekről, mert én azt gondolom minden nőnhez egy kicsit legközelebb ezek tartoznak. Hogy is jönnek a formák? Hogy is jönnek azok, amit meg szeretnél valósítani? Én nagyon szeretem azt, hogyha egy-egy gondolat mentén születik egy ékszer. Tehát nem kifejezetten az a célja, hogy gyorsan eladható legyen valami, és sokat gyártsak belőle egyből, hanem pont, hogy az, hogy megszorítsa az embert, megszorítson, és legyen mondandója egy ékszernek. Amiket alkottam, azok mind egy-egy különböző gondolat alapján születtek. Ugye például van itt a kezemben ez a gyűrű, ami
hát a pont fogalmát, vagy a pontnak a minőségét körüljárva született. Például ugye ennek kapcsán számomra nagyon fontos volt az, hogy a pontot valami nem feltétlen geometriai funkciótnak a témakörében vizsgáljam, hanem inkább mondjuk mit jelent egy más nexusban. Tehát például én a flamencót választottam, a flamencóban a pont, vagy a pontozás, ez egy tánclépésnek a minősége, illetve annak a ritmus képlete kapcsolódik ehhez, így aztán úgy született meg ez a gyűrű, hogy a flamencónak a ritmus képletei, azok leírhatóak különböző minőségekre is. 5 ilyen képlet van, a víz, a tűz, a föld és a levegő, és ami ezt a 4-et összeköti, ez a szívnek a minőséget. Ezekben a ritmusokban mélyültem el, és ennek mentén készültek a minták és a gyűrű. Én azt gondolom, egy alkotó soha nem pihen. Azon kívül, hogy kiállít. Mesélj most, mit csináltak. Mi van a fejedben, mi az, amit már így gondolatok szárnyán van, és meg szeretne valósítani. Hát az tényleg igaz, hogy egy alkotó soha nem pihen, mert amikor úgy tűnik, hogy pihen, akkor is belül mindig valami tovább megy, mindig egy újabb alkotás születik. Vagy akár több is egyszerre. Én elég sok mindennel foglalkozom, nem csak tehát egyrészt ugye középiskolában tanítok ötvösséget, korábban szobrászatot is, és emellett ugye van a saját vállalkozásom, ahol egyedi készítésű lámpákat és ékszereket készítek és forgalmazok, illetve van egy ötvös egyesület, ez a Nemes Fémművesek és Kapcsolódó Szakmák Országos Egyesülete, és ott egy elég sokrétű tevékenységem van, ahol hát az egyesület, és hát ezen belül én is arra törekszem, hogy minél több szakember összekapcsolódjon, hogy tovább éljenek a hagyományok, de egy új formába, egy megújított formába a mai emberhez szólva. És szóval, hogy tényleg sok az a terület, amivel foglalkozom. Amik a terveimben vannak jelenleg, ugye a tavalyi év nagyon sok kiállítást hozott. Egyrészt volt a Mana 20 évforduló, ugye Szentendrén a Mana Stúdiónak a kiállításában részt tudtam venni. Akkor számos olyan tényleg neves kiállítás volt, akár a Fisében, vagy más szervezetek által, vagy akár a Nemes Fémművesek Egyesületének a szervezésében, ahol meg tudtak jelenni a munkáim. Ami viszont nagyon megtisztelő volt, hogy a Vigadóban volt egy olyan kiállítás, ahol a Magyar Művészeti Akadémiának a nagymesterei között megjelenhettek az én munkáim is. Ez a Stafita kiállítás volt, illetve az Ötvös Művészeti Biennálén is részt vehettem. Úgyhogy ez nagyon, nagyon intenzív év volt, és ami ugye az idei évre mutat, az tulajdonképpen ennek a vonulatnak, vagy ezeknek az ékszer, ezek főként ékszerkiállítások voltak, vagy a végszereim jelentek meg, hogy ezeket a gondolatokat, amik megszülettek azóta is bennem, az idén is szeretném megmutatni a nagy közönségnek. És a tavalyi év során nyertem egy alkotói támogatást a Nemzeti Kulturális Araknál, ahol most fognak majd idén debütálni azok a tárgyak, ami végül is a támogatott időszak idején született, vagy hát születik, még most is folyamatban van, és ez a Fisa Művészeti Galériában lesz látható áprilisban. A rendezvényen közreműködtek a Bicskei Preludium Alapfokú Művészeti Iskola diákja és tanára. Hervel Szilvia Fuvolán, kísérte Nagy László zenepedagógus.
A művész csodálatos ékszereivel hívta fel magára a figyelmet. Szívesen nyúl a részhez, amiből egyedi készítésű lámpákat, használati tárgyakat is készít. Február 7-én szerdán hazai pályán fogadtuk az NB3 délnyugati csoport 5. helyén álló labdarúgó csapatot. Kabátmentes időben sérülésből még nem tért vissza senki, viszont bemutatkozott a frissen igazolt Dulló Martin, így csapatunk Illés, Gassner, Dulló, Gyurác, Fördös, Varga, Soron, Hírman, Lakatos, Belicki, Tisler összeállításban kezdte a soron következő felkészülési mérkőzést. Az ebédidőben sziasztával kezdett a két csapat, az első 20-25 percben Dorog és Soron ütközése jelentett eseményt, az előbbi volt a szabályszegő, de neki fájt jobban. 25. minutóban Gassnert akadályoztak szabálytalanul a vendégek, Soron ívelését Vukman lehúzta, majd az indítást követően Kövesdi egy remek cser után 16-ról lőtt, de Illés biztos kézzel mentett. 29. percben Hírman előbb hibázott, majd labdát szerzett az ellenfél térfelén, néhány lépés után 20-ról mellé lőtt. 2 perccel később Belickivel szögletett baloldalról, komoly kavarodás alakult ki a kapu előtt, de csak újabb sarokrugás következett, eredmény nélkül. 37. percben Molnár futott el a jobb oldalon, beadásnak szánt ívelését a szél megtolta, így a labda akadálytalanul hullott a háló jobb oldalába, ezzel 0-1. Következő percben Soron próbálkozott, jobb oldalon trükkös szöglettel, nem jött be. 41. percben Lakatos elleni szabálytalanság után szabadrugás Soron 18-ról a sorfalba bombázta. Szünetben Dullót Tajti váltotta. Második félidő és a mérkőzés elejé tempóban indult, ez idő is elég volt a vendégeknek lesgóra. Az 56. percben a bal oldalon alakult ki támadás, Varga passzolt Soron elé, ő Gyurác elé továbbított, aki Húcról fölé durrantott. A 63. percben jobb oldali szöglet után a labda időd a pattogott, Gyurác az eléje pattanott, mint egy 20-ról a kapu jobb oldalába lőtte, ezzel 1-1. Ezt követően gólszerző rövid hazadását követően a szemfüles görög mellé gurított. 68. percben Belickit Benke váltotta, majd ebben a percben Hírman indítását Tisztelrel hibázta, majd görög beadását Tóth mellé lőtte. Ezt követően Illés helyét a fiatal Radnóti foglalta el. 72. percben Tajti eladott labdai után a jobb oldali beadást görög nagy erővel a lécet telibe találta. 76. percben Vic és Boda jelentkeztek játékra Varga, valamint Soron helyett. 84. minútóban Keringer jobb oldali beadását Tóth kapu felé továbbította. Az utolsó játékpercben Benke ívelt be jobb oldalon szabadrugást, a kipattanott Tajti lőtte rá 18-ról, de a kísérlet a kapuvédőről az alapvonalon túlra került. A szöglet ezúttal is eredménytelen lett. Talán a magas hőmérséklet, talán a némileg szokatlan felállás miatt langyos első félidőben szerencsés góllal szerzett vezetést a vendégcsapat. A második félidő valamivel mozgalmasabb volt, és egy jól eltalált lövéssel sikerült az egyenlítés. A halvány előrejáték miatt ennél többet nem igazán érdemel csapatunk. Ezúttal a vendég Dunaföldvár vezető edzőjének az értékelését hallhatjuk. De szerintem nem az eredmény volt a fontos, inkább az a rész, amit te kiszabtál a fiúknak. Hogyan tudnád értékelni ezt a találkozót? Hát igen, egy ilyen tesztmérkőzés, amíg az a fontos, hogy játékba lépjünk előre, és ez végül is sikerült. Én úgy láttam, hogy tudtunk a mérkőzés majdnem egészébe dominálni, és talán a hazai csapat fölé nőni játékba és helyzet kialakításba. Hát ami bosszantó, hogy nem számít az eredmény persze egy edzőmérkőzésen, de azért rengeteg gólhelyzetet hagytunk kihasználatlanul. Tehát szerezhetünk volna 3-4 gólt minimum, és ez bosszantó, mert nem tudom, hogy sikerül ebből előre lépni néhány hét alatt, hogy majd bajnoki mitől rúgnánk be a helyzetet, hogyha edzésen vagy edzőmérkőzésen nem rúgjuk be, ebben nem hiszek, tehát jobban kell koncentrálni a kapu előtt a játékosaimnak és kihasználni ezeket a lehetőségeket. Valamint nagyon gyermeteg gólt kaptunk, egy pontrugás után nem fogtunk embert és egy lepattanó második labdát értékesített ugye a bicskei csapat. Tehát ezek olyan hibák, egyéni védekezési hibák, amiket ki kell küszöbölni a bajnokságig, mert ezek fontos pontokba kerülhetnek majd. Tehát nyilván egy ilyen döntetlen, egy bajnokin 2 pontot is jelenthet a csapatnak mínuszba. Hogy ez miatt azért nem vagyok boldog, mert úgy éreztem, hogy látottak alapján azért gólokkal is nyerhettünk volna ma. De mi az, amivel végül is nem vagy elégedett a csapatjátékban?
mit tartottál fontosnak, például a labdatartás fontosnak tartod egy mérkőzésen? Természetesen, hát mi próbálunk kezdeményező futballt játszani, azt jelenti, hogy védekezésben is megvannak az adott zónák, ahol próbálunk ugye labdaszerzéseket kialakítani. Ezzel elégedett voltam ma, minőségi játékosé vannak a Bicskének, tudtuk őket semlegesíteni, nagyon jól dupláztunk rá. Megvoltak a létszám fölényük védekezésben, és végül is támadásban is azt gondolom, hogy tudtunk megfelelő labdát birtokolni. Tehát mondom, a helyzetteremtésünk megvolt, rengeteg helyzetet dolgoztunk ki, de ezeket értékesíteni kell. Tehát az nagyon nagy hiba, hogy ennyi gólhelyzetet kihagyunk, még hogyha edzőmérkőzés is van szó. Balázsa, jöttem a három felkészülési meccsen túl vagytok. Hogyan tudnád azt egy pár mondatban értékelni azt a három meccset? Hát ugye mindegyik mérkőzésen próbáltunk erős ellenfelet, erős partner találni, és ez sikerült. Ugye Iváncsán sikerült egy 4-0-ás győzelmet adnunk. Hát ott a mai mérkőzéshez hasonlóan tudtunk jól játszani, be tudtuk rúgni a helyzeteket. Ezen kívül Dunaújvárosban is a harmadik kerületnél játszhattunk 2-2-es döntetlent. Uh-huh. Nyilvánvalóan ezeken a mérkőzésen van próbajátékos, szerepet kapnak fiatalok is a keretbe, ugye akiket próbálunk beépíteni, tehát azért rengeteg összetevő van, de már azért mi a vége fele járunk. Nekünk már csak két mérkőzésünk van hátra a bajnokság kezdetéig, úgyhogy igazából már a mai is egy picikét próbáltunk olyan összetételbe játszani az első félidőbe, hogy szeretnénk majd a bajnokságba. Úgyhogy végül is abban a félidőben vezettünk, mondhatni, hogy az jó sikerült. De mondom, összességében ugyanazt tudom mondani, hogy jobban kell kihasználni a lehetőségeket. Ki az a két ellenfél még, aki hátra van? Dabassal játszunk szombati napon, illetve majd két hét múlva a Kecskemét második csapatával mérkőzünk meg. Akkor a Mohács elleni kezdésre már két csapatod lesz. Igen, egy eltiltottunk van, egy nagyon tehetséges támadom, sajnos még egy mérkőzéses eltiltását tölti, majd de mindenki más hadrafogható lesz, bízunk benne, úgyhogy nagyon szeretnénk három pontot szerezni az első az én meccsünkön. Jelenleg ötödik helyen vagytok, ha jól tudom. Mi a célotok, a végső célotok itt a MB3 délnyugati csoportban? Igazából csapatnak én mindig azt mondom, hogy aki az öltözőben nem arra törekszik, hogy a maximumot hozzuk ki, az nem hozzánk való, nem közénk való. Most is ezt mondtam az öltözőben, hogy már holnaptól úgy kell fókuszálni, hogy törekedjünk a legmagasabb célok elérésére. Most, hogyha ez akár a harmadik helyért való harc, akkor meg kell próbálni a harmadik helyet megszerezni, az van benne. Ugye most ezt látjuk közelinek, mert két pont választ el bennünket. Nyilván az első helyezett 10 pontra van. Azért azt nem egyszerű 13 meccs alatt ledolgozni, de azt mondom, hogy lehetetlen nem létezik, tehát a dobogóért mindenképpen meg kell próbálnunk küzdeni, de természetes az, hogy ezt az ötödik helyet meg tudjuk tartani, az is egy nagy eredmény lenne újoncként, úgyhogy mindenképpen szeretném, hogy minimum ez a helyezés, de nagyon jó lenne a dobogót megszerezni. Az Iváncsával játszottatok már két bajnokit, ugye egy vereség, egy győzelem, és most a felkészülési meccsen legyőztétek 4-0-ra. Ez valamit számotokra? Úgy tudom, első meccsetek volt. Hát nem jelent semmit, mert ők is nem tudjuk, hol tartottak a felkészülésbe. Kiváló kollega dolgozik az Iváncsával, Tóth Bandi személyébe, illetve nagyon jó játékosaik vannak. Tehát azért egy bajnoki mérkőzésre teljesen másképp fogják összerakni magukat. Ez bizonyítja az is, hogy a mi győzelmünk után Tatabányán nyertek 1-0-ra, ugye az meg a másik csoportot vezeti. Úgyhogy ezekből a meccsekből azért nem szabad kiindulni. Az tény, hogy bajnoki mérkőzésen is sikerült megfognunk a listavezetőt, ez pozitíva. A csapatunkra nézve, tehát mi erre törekszünk, hogy minél jobbak legyünk. Az Iváncsa valamilyen szinten egy jó példa szerintem nekünk, hogy ő is beágyazódott előbb ebbe az NB3-ba, és ugye most már évek óta sikeres, de ezt a dolgot fölépítették, nem egy év alatt tudták megvalósítani, úgyhogy nekik is nyilván sok sikert kíván az ember, de mi magunkkal foglalkozunk és próbálunk majd idővel olyan erősek lenni, mint akár ők is. Én meg kívánom azt, hogy legyetek ott a dobogón a bajnokságban. Köszönjük szépen a mai vendégjátékotokat. Köszönjük. Folytatásban három nappal később szintén hazai környezetben február 10-én szombaton játszottunk a Monorese MB3 délkeleti csoport 5. helyen álló csapat ellen. Ismét kellemes tavaszi időben, enyhe szélben, teljesen új felállásban kezdtük a találkozót. Továbbra is van bőven Maródi a keretben, így Illés, Dulló, Lakatos, Szál, Szalai, Hírman, Varga, Soron, Gassner, Belicki, Tisler voltak a kezdésnél a játéktéren. Alig hagyta el 3 percet a másodperc mutató, amikor Varga indítását Tisler lekezelte, majd a kiinduló Buzsó mellett 12-ről kapu bal oldalába lőtt, ezzel 1-0.
Tisler határozott labdabirtoklással, Szabó Bence szorításában, jobb külsővel szerezte meg a vezető találatot. 11. percben az első zavar a védekezésünkben, ezt még megúsztuk büntetlenül. 14. minútumban szállódult meg a bal oldalon, beadása az alapvonalon túlra pattant, megítélt szöglet nem hozott eredményt. 17. percben Fekete futott el a bal oldalon, középradását Rácz lekészítette Farkasnak, aki 12-ről a kapu jobb oldalába bombázott, ezzel 1-1. Rácz felpörgetése jónak bizonyult, mivel a ballábas lövés nagy erővel vágódott a rövid felsőbe. 31. percben Puskás baloldali beadás után Markó teljesen tiszta helyzetben, magasan fölélőtt, a soron jobboldali szabadrugását Tisler fejelte a léc fölé. 43. percben Csontos baloldali beadását Illés még ki tudta tenyerelni, de egy pattanás után Horváth bestukolta a kapunkba, ezzel 1-2. Szünet után majd 10 perc elteltével soron két gyors egymás utáni sarokrugása nem hozott eredményt. Az 56. percben Farkas futtatta Horvátot, aki két jó csel után Varga Bencén túljutva 14-ről kapu jobb oldalába lőtt, ezzel már 1-3. Horváth kényelmesen és határozottan csinálta a támadás befejezését. 65. percben Belickit Benke váltotta, 3 percen később Tisler megzavarta a vendégek kapuvédőjét, de csak szögletet sikerült kiharcolnia. 73. percben Lakatos szerzett labdát, de 20-ról lövése egy védőn megpattanva halt el a kapus kezében. 73. percben Illés nagyot hibázott, a vendég támadó elé passzolt, de a lehetőséget elpackázták a monoriak. 79. percben Illést és Dullót Rigó és Fördös váltotta, még ebben a percben Lakatos jónak kinéző beadását Tisler 16-oson belül lekezelte, de még lövése előtt beérték a védők és mentettek előle. Lefolyás előtt egy Benke elfutás és beadás után soron lőtt 20-ról, amelyet a kapus kitelenyelt szögletre. Egy jó iramú mérkőzésen mindkét edző sok tapasztalatot szerzett ebből a meccsből. Csapatunkat sajnos egy nagy sérülési hullám kapta el, ami eddig viszonylag jól működött a védekezés, ezúttal teljesen csődöt mondott. Ebben a felállásban még sosem szerepeltünk, de nem vadidegenek kaptak játék lehetőséget. A játékképe alapján a vendégek győzelme teljesen megérdemelt. Folytatás, csapatunk átáll a bajnoki heti programra, és jövő héten 17-én szombaton 11 órai kezdettel az Újpest 2 ellen játszunk, külföldi mérkőzéseket is beleszámítva a 8. felkészülési meccsünket. Ezek után hallgassuk meg az illetékeset, hogy ők hogyan látták a meccset. Jövő héten az Újpest 2 elleni összefoglalóval jelentkezünk. És már először is gratulálok a mai győzelmetekhez, hogyan tudnád értékelni ezt a találkozót? Köszönjük szépen a gratulációt. Abszolút megfelelőnek érzem a mérkőzést. Úgy gondolom, hogy egy jó ritmusú mérkőzés volt, főleg az első, nem tudom, 60-70 percig. Utána azért látszott mindkét csapaton, hogy fáradnak. Ugye több cserejátékos is részt vett. Ott egy picit a minőség romlott, de azt gondolom, hogy egy élvezhető, rüktető mérkőzés volt. Mi részünkről picit nehezebben indult. Az első 5-10 perc, azt gondolom, hogy így a srácok ráéreztek a labdás fázisra is, illetve a labda elleni játékra is. Szerintem nagyon sok szuper dolgot csináltunk, nagyon sokszor jól használtuk a dinamikai erőnyeinket, tudtunk bemenni a védelem mögé, úgyhogy abszolút pozitív mérkőzés volt. Mennyi mérkőzéssel vagytok túl eddig? Ez most a negyedik mérkőzésünk. És mennyi vár még rátok? Még van 2 mérkőzésünk, és akkor utána ugye már a bajnoki. Milyen változások voltak a csapatnál? Nem tervezett változások voltak. Elment 2-3 minőségi játékosunk, amivel nem terveztünk, együtt akartuk tartani a csapatot, de szerencsére tudtuk is őket pótolni. Tehát úgy vagyunk, ugye a klub azon dolgozik, hogy ez a fiatal és az idős aránya az úgy egyensúlyban legyen. Azt gondolom meg is tudtuk tartani. Egy picit a létszámmal most problémáink vannak, szeretnénk még egy-két fiatalabb játékost. Most is ugye csak 3 segítő játékos volt, aki a padról be tudott szállni, betegség van, sérülés, de remélhetőleg most már jövő hétre kiegyenesedünk. Mennyire vagy elégedett az eddigi felkészülési meccsekkel? Eleje első az nagyon rosszul indult, de ott is még nagyon-nagyon sok próbázó játékosunk volt, talán a jövőben ezt jobban kell mérlegelni, hogy mennyi játékost engedünk, illetve hogy az milyen szintet képvisel, de azt gondolom, hogy utána már meccsre jobbak vagyunk, van még miben fejlődnünk, de dolgozunk hétről hétre, hogy ez a finom hangolás egyre jobban sikerüljön.
aztán egyre komfortabb legyen a csapat. Mi az ok annak, hogy a felkészülő meccseiteket idegenben játsszátok? Hát igen, úgy szoktuk, hogy a téli időszakban általában megyünk idegenbe, nyári időszakban próbálunk otthon. Infrastruktúránk nem a legmegfelelőbb, van egy műfüves pályánk, ami nem az optimális mérettel rendelkezik, tehát szűk is, talán picivel rövidebb is a kelleténél, úgyhogy inkább kihasználjuk azt, hogy most már azért több helyen jobb minőségű pályák vannak, hála Isten, úgyhogy jelen pillanatban most megyünk idegenbe télen mindig. Bajnokságban az NB3 ötödik helyen álltok, mi a végső célotok? Nincs kimondva cél, most azt gondolom az ötödik hely is szerintem egy nagyon, nagyon jó pozíció, hogyha ha nézzük akár a pontszámainkat, fejlődik a csapat, azt gondolom, mert indultunk egy-két éve egy úton, aminek azt gondolom, hogy az egyharmadánál járunk. Csapat fejlődik, de azt gondolom, hogy ha most nem tudom, 4-5 ponttal kevesebbünk lenne, és lennénk 8-10-ek, akkor se lehetnénk elégedettek. Mutatott játék szerintem az folyamatosan javulóban van, nekünk most ez a legfontosabb. Célkitűzés most már itt vagyunk 5. helyen, azt gondolom, hogy ezt ennek a környékét szeretnénk megtartani. István, tavaly a Magyar Kupában 8 között estetek ki, idén viszont, ha jutom, a másik körbe kiestetek. Mi ennek az oka? Hát kicsit bele is húztunk, lehet mondhatom azt, ugye Békés Csabával játszottunk, ők azért jó szintet képviselnek, hát függetlenül azt gondolom, hogy velük is partiba lehet lenni. Nem fókuszáltunk, most megmondom őszintén, annyira a kupára, persze nem engedtük el, de ott is jobban belerotáltunk a csapatba. Nem gondolom, hogy most ez nekünk akkora probléma lenne, ezzel sikerült jutni, most fókuszálunk a bajnokságra. Oké, köszönöm szépen az interjút, köszönjük az edzőmérkőzést, és további sok sikert kívánok nektek. Köszönjük szépen, mi is sok-sok-sok sikert kívánunk a Bicskén. A Bicskén. Köszönöm szépen. A kedves Zoli, először is egy néhány mondatot mondjál már erről, mert végignéztük ezt a felkészülési mérkőzést, nyertetek 3-1-re, hogyan tudnád értékelni röviden ezt a találkozót? Maga a mérkőzésről annyit tudok mondani, hogy egy nagyon jó ellenfél ellen, és nem csak a tisztelet beszél belőlem, hanem nagyon jó minőségű játékosok vannak az ellenfélnél, és a szakmai munka is látszódik rajtuk, hogy a hétköznapokba belekerül a csapat munkájába. Így igazából nem szeretném túlértékelni a győzelmünket, de mindenképpen azt gondolom, hogy jó visszajelzés számunkra, hogy reményénk szerint jó úton vagyunk, jó munkát végzünk mi is, és felkészülési időszaknak megfelelően jó eredményeket tudunk már most elérni, de természetesen fő cél a bajnokságba való megfelelő és jó szerepelés. Zoli, milyen célotok lehet a bajnokság végkimenetelét illetően? Igazából nem is mindenáron helyezésbe gondolkodnánk, egy stabil középcsapatot szeretnénk, sok fiatallal a keretünkben, ez is a klub elképzelése, hogy nyilván az egyensúlyt fel szeretnénk tartani, és kellenek azért a minőségi, rutinosabb játékosok is, tehát a keret kialakításnál arra törekszünk, hogy keretünk egyharmada rutinosabb játékosokból, a másik kétharmada pedig fiatalabb játékosokból álljon, és ezen belül is a fiatalokon belül is nagyon, nagyon fontos a saját nevelésű fiatalok szerepeltetése. Mai nap folyamán is azt gondolom, hogy az alapcsapatunkhoz közeli kezdőt tudtunk kiállítani, és szerencsére 3 saját nevelésűnek mondható fiatal kezdőbe kapott helyet, majd csereként egy játékos még szintén saját utánpótlásunkból. Fontosnak tartjátok, hogy saját nevelésű játékosokkal épüljön fel a csapat? Többször, nyilván egyrésztről azért is fontos, szakmai okokból is fontosnak tartjuk, hiszen utánpótlásunk egy nagyon magas szintű tehetségközpont besorolást képvisel, tehát úgymond megkövetelendő tőlünk, hogy ne csak TK-ként dolgozzunk, hanem onnan azért minőségi játékosok is jöjjenek ki, tehát egyrésztről a szakma is megköveteli, másrésztről nyilván az érzelmi dolgok is fontos szerepet játszanak, hogy a saját gyerekeink legyenek a pályán, és nem utolsó sorban azért a gazdasági lehetőségeink is ezekre adnak lehetőséget, hogy saját berkeink belül próbáljuk a játékosokat játszatni felnőtt csapatunkba, és persze nem minden áron ez a végső cél számukra, hanem azért
azt szeretnénk, és jellemző is, hogy minden fél évben, évben azért magasabb osztályba is tudjunk adni játékosokat. Mm. Ha jól tudom, Szuhodovszki magyar válogatott lett, és ha jól tudom, hogy nálatok játszott valamikor, erre büszkék lehettek, és gondolom a utánpótlásnál is ez egy fontos tényező. Példakép lehet Szuhodovszki esete. Igen, Szuhóra abszolút büszkék vagyunk. Igen. Játszott nálunk 5 évvel ezelőtt, amikor másodosztályú csapatunk volt. Uh-huh. Őt azért nem nevezném abszolút saját nevelésnek, mert az MTK-val történt partneri együttműködés folyamán került Monóra, de természetesen büszkék vagyunk rá, mert Monori múltja után került végül NB1-es csapatokhoz és most már a válogatottsághoz. És ugyanakkor annak ellenére, hogy nem mondjuk azt, hogy nem mondhatjuk rá azt, hogy saját nevelésű, de viszont nagyon jó példát mutat a saját utánpótlás játékosainknak. Élő példa rá, minden nyáron megrendezünk egy tábort a gyerekeknek, és próbáljuk híres nagynevű játékosokkal, magyar szinten híres nagynevű játékosokkal vendégül látni, és tavalyi nyár folyamán Szuhó volt a vendégünk, hatalmas sikere volt a gyerekek körébe, és természetesen ő is nagyon profi működött, mint ahogy a utóbbi időben a pályán is látszódik, ugyanúgy kezelte a tábor és a gyerekekkel való kapcsolatát is. De hogy nehogy bármiféle sértődés és bántódás legyen esetleg, a korrektség azt kívánja, hogy ebbe a táborba most nyáron itt volt Tóth Orna is, aki szintén ugye nálunk játszott, ő NB3-ba, NB2-be is játszott, aztán az utóbbi időben be tudott mutatkozni NB1-be, Kecskeméten az elmúlt szezonban, és ugye talán mindenki tudja, hogy idén nála is történt egy váltás, és már a Paks csapatába szerepel. Őt egyelőre eddig tudtuk juttatni, reményeink szerint akár ő is válogatott szintet is meg fog ütni. Az ha jól tudom, Hallgass István vezető edzőtök is itt futballzott Monoron, kiöregedett, és gondolom utánpótlás, vagy milyen karriert futott be az István nálatok? Pontosan tehát, hogy ez is egy törekvés a klubnál, hogy beszéltem ugye a tehetségközpontról, ott is nagyon sok volt játékosunk végez edzői feladatot, utánpótlás szinten. Hallgass István itt volt nálunk utánpótlás játékos, majd felnőtt játékos NB3-ba, NB1B-be, akkor még jó pár évvel ezelőtt ugye volt ez az osztály. Aztán végigjárta nálunk az edzői ranglétrát is, kisebb gyerekektől egészen nagyobb korosztályig, majd idén láttuk el annak az idejét, hogy őt is felnőtt szinten is be tudjuk építeni a edzőként a saját utánpótlásunkból. És hogyha az edzőkről beszélhetek, azt gondolom, hogy büszkén mondhatom, hogy sok olyan volt edzőnk van, aki manapság már magasabb osztályokba edzősködik. Azt gondolom, hogy a legjobb példa Horváth Dávid esete, aki 4 éve került az MTK-hoz, előtte szintén itt volt nálunk Monoron utánpótlás edző, majd a felnőtt csapatunknál edző, tehát azt gondolom, hogy ő is nagyon jó karriert fut be, de említhetném Tóth Mihály esetét, aki szintén volt az utóbbi időben Monoron vezetőedző, ma a mezőköves asszisztens edzője, vagy példaként említhetem Vezér Ádámot, aki szintén megfordult nálunk vezetőedzőként, és majd a Budafok NB2-es csapatánál szintén stábtagként dolgozik a labdarúgásunkban. Még néhány szót beszélj már az utánpótlás nevelésé, ha nem is tartozik a KFT-hez, de maga az Egyesülethez tartozik. Mit tudnál mondani utánpótlás nevelésetekről? Hát a tehetségközpontunk most volt egyébként 2-3 héttel ezelőtt szintén egy audit a belga Dablapass cégen keresztül. Vizsgálták, átvilágították a klubot, hogy hogyan működünk, és reményeink szerint ismételten az elkövetkező 3 évre meg fogunk felelni a tehetségközpont kritériumainak.
legkisebb gyerekektől vannak csapataink, tehát már 5-6 éves gyerkőcik is járnak hozzánk edzésre, szakedzőkkel, megfelelő képesítésű edzők dolgoznak vele, és egészen U19-ig minden korosztályba tudunk csapatot edzeni, illetve bajnokságokba indítani különböző szinteken, de megfelelő a létszámunk. De természetesen nyitva vagyunk a továbbiakra is, minden tehetséges gyermek. Ez létszámban konkrétan mit jelent? Létszámban körülbelül 220-200, azért vannak cserélődések, de 220-240 gyerek jár hozzánk napi szinten edzésre. Ugye azért a pályahelyzetünk elég kevésnek mondható, azon vagyunk folyamatosan, hogy azért ott is tudjanak növekedni a lehetőségeink. Meg vagyunk egy kicsit szűkülve, de azt valljuk, hogy ha van gyerek, akkor legyen edzés, ha ez egy nagy negyedpályán, akkor negyedpályán, ha egy kicsi füves területen, akkor kicsi füves területen, de mozogjanak, és nem utolsó sorban azért nagyon-nagyon fontos, hogy szakmailag is megfelelő koordinálást kapjanak a gyerekek, tehát nem csak edzés van, hanem azt gondolom, hogy megfelelő szakmai munka is folyik az edzésben. Köszönöm szépen az interjút, és köszönjük a vendégjátékotokat, és további sok sikert kívánok csapatodnak. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt lehetünk, egy jó edzőmérkőzést játszhattunk, és mi is szintén sok sikert kívánunk a Bicskei csapatnak, valamint a megbeszéltek szerint nyáron visszavágjuk a csapatot egy újabb felkészülési mérkőzésre. Köszönjük szépen! Kedves Csaba, először is gratulálok a felkészülési meccsekhez, hiszen eddig veretlenek voltunk, ma volt a negyedik meccsünk, most vereséget szenvedtünk. Hogyan tudnád összességében értékelni ezt a 4 találkozót? Én úgy gondolom, hogy nagyon tanulságos mérkőzéseken vagyunk túl. Ugye egy nagyon extra edzőtábor is volt ugye ebben a programban, ahol rengeteg olyan plusz dologgal találkozott a csapat, ami mindenképpen a javunkat szolgálja. Az edzőmérkőzések most nagyon részletesen nem szeretnék belemenni, én úgy gondolom, hogy ez a mai meccs minden olyan, ami rossz lehet, az előjött ezen a meccsen, legfőképpen abban, hogy nagyon vékony kerettel tudtunk játszani, rengeteg hibával, abszolút nem tudtuk alkalmazkodni a körülményekhez se. Szeretném megdicsérni az ellenfelünket, hogy ők sokkal, de sokkal frissebben és sokkal élvezetesebben, sokkal jobban élvezték a játékot, mint mi. De én azt gondolom, hogy a felkészülésnél semmire nem vagyunk lemaradva, hogy ezen ne tudjunk javítani. Nyilván én is megtettem azokat az eszközöket a csapatnak, hogy ez nem fordulhat elő, hogy azért voltak olyan teljesítmények, hogy én azt gondolom, hogy mentálisan kellett volna egy kicsit helyrerázni magunkat. Aztán bízom benne, hogy a csapat is tanul belőle. Jövő héten ugye már úgy lesz a felkészülési program, hogy bajnoki ritmusba készülünk, úgyhogy nagyon bízom abban, hogy mindenki érzi, hogy 3 hét múlva már éles mérkőzés van. Csaba, egy pár mondatban tudnád értékelni a székelyföldi edzőtáborunkat? Én azt gondolom, hogy nem csak az én életemben, mindenki életében ez egy olyan rendkívüli esemény volt, hogy ugye edzőtábor címszóval mentünk, ahol maximálisan a szakmával kapcsolatos dolgokat, mindent átélhettünk, megvoltak a jobbnál jobb lehetőségeink az edzésekre, edzőmérkőzésekre, de hát ugye nem csak erről szólt az edzőtábor. Én azt gondolom, hogy egy olyan helyen voltunk, ahol lehet arról beszélni, hogy az emberek átérzik, hogy milyen érzés az, hogy igazi magyarnak lenni. Én azt gondolom, hogy olyan érzelmi hullámvasúton voltunk, és olyan programokon vettünk részt, ami mindenkinek egy örök emlék. Úgyhogy én bízom benne, hogy még lesz lehetőségünk arra, hogy ugyanígy ide vissza tudjunk menni, akár csapattal együtt, vagy akár magánéletben, családdal. Csak a legpozitívabb dolgokat tudom mondani, úgyhogy óriási köszönettel tartozunk elnök úrnak, hogy ez összejöhetett. A téli átigazolásokról tudnád tájékoztatni a kedves nézőket? Hogy mi a konkrét, és várható-e még átigazolás? Hát ugye a tél folyamán már decemberben a Tisler Patrikot ugye bejelentettünk, nagyon örültünk annak, hogy hozzánk csatlakozott, és az utolsó pillanatban az edzőtábor indulás előtt a Dulló Martin és a Belicki Gergő csatlakozott hozzánk. Én azt gondolom, hogy őket sem nagyon kell bemutatni, elég komoly NB-s múltjuk van, ugye voltak már bajnokok is. Én azt gondolom, hogy mindenképpen olyan játékosok, akik hozzá fognak tudni bennünket segíteni, hogy a céljainkat elérjük. És ugye a héten sikerült egy fiatal szabályos kapust igazolni, úgyhogy én azt gondolom a Radnóti Botinak a személyében, hogy most már nagyon összeáll a keretünk, és jól fogunk kinézni. Ezer sebből vérzünk, sérültjeink a bajnokságig rendbe jönnek?
Persze, de megint ugye, amikor az ember erről beszél, ez soha nem magyarázat, de hogyha most ott meghatároz a játékos, aminek elmondom a forgatókönyvet, hogy ki hogyan esett ki itt a felkészülésbe, akkor ennél bosszantóbb szerintem egy edző életében nincs. Ugye nézzük a Király Patrikot, ő eleve még a tavalyi utolsó előtti fordulóból szedett össze egy olyan térsülést, ami ugye most kezd visszatérni 100%-os állapotba, ami jó hír, ugye a héten már velünk fog tudni 100%-osan készülni. Varga Szabinak volt egy olyan Achilles vádli sérülése, ami igazából szünetben történt, érthetetlen szituációban keletkezett, de nagyon bízunk benne, nagyon várjuk, hogy visszatérjen ugye az edzőtáborba. Aki ott volt és látta, Mozsoki Imrének volt egy kapussal való ütközése, ami senki nem gondolta volna, de egy olyan szituáció volt, hogy beszakadt a combja, egy eléggé csúnya ütközés volt, és ugye a Danko Marci is ugyanazon a mérkőzésen, vagy bocsánat, még az előtte lévő mérkőzésen egy semmi jelentő szituációba kapott a vádliára egy olyan rúgást, hogy őnek is beszakadt. Én azt gondolom, hogy ezek a sérülések mindig bosszantóak, és ugye azóta is a felkészülés alatt a Szalai Dani ugye ma tért vissza a mérkőzésre, neki is a előző két mérkőzés előtti meccsen ugye kifordult a bokája egy rossz ütközés után. Ezek mind olyan sérülések, amire az ember nem tud fölkészülni, mert már egyszer az lenne, hogy én magamat kellene szídni, hogy olyan edzést tartottam, hogy ott megsérültek hárman, de remélem, hogy ez nem fog megtörténni. Úgyhogy én bizakodó vagyok, kezdünk összeállni, aztán majd meglátjuk, hogy lesz a tavasz. Mielőbb gyógyulást kívánok sérültjeinknek. Köszönöm szépen az interjút, és további sok sikert csapatunknak. Köszönjük.